Sziasztok, Felem vagyok. És ahogy látjátok, ma két visszajelzést is láthattok a csatornán. Ez általában ritkán fordul elő, általában két naponta szoktam felrakni egyet, de most kivételt teszek, mert kaptam egy nagyon-nagyon jó visszajelzést, amit Marci97 nevű nézőn követett el, és ezért köszönöm is neki, hogy elküldte, és egyben gratulálok, mert szerintem tényleg nagyon szuper meccs, és nektek is remélem tetszeni fog. A tank, amiről szó lesz, az egyfajta ilyen hiánypótol itt, tulajdonképpen nagyon kevés tüzérséget láthatunk eddig a csatornán, főleg nem magas szintűt, és most erről lesz szó, ez az Object 261, vagyis az oroszok 8. szintű tüzérsége, ami hát nem semmi egy szörnyetek, hogyha így megnézitek. Amit érdemes róla tudni, amit én magam tudok róla, az hogy nagyon pontos ágyúja van, talán az egyik legpontosabb tüzérség a játékban, ezt majd tapasztalni is fogjuk. Ami hátrány az ágyúnak, és amit én a fórumokon olvastam róla, és majd ezt is itt talán láthatjuk, az, hogy nagyon, mondjuk, hogy nem túl magasan érkeznek a lövedékek, tehát a beesési szöge az meglehetősen alacsony, és ezért, míg a legtöbb artival ugye valaminek a tetejét találjuk el, az pedig ott általában nem túl jól páncélozott, és ezért sokszor teljes sebzést tudunk rájuk okozni. Itt ez nem mindig jön össze. Gyakran az oldalát, vagy az elejét találjuk el egy tanknak a nagyon ilyen, nem is tudom, sekély beesési szögnek hála. Ez azt eredményezi, hogy nem mindig sebzünk túl nagyot a jól páncélozott tankokra. Ugye ennek a tanknak a sebzése írtozatos, tehát több mint 1000 fölött, jóval 1000 fölött, hiszem 1007 meg 1001, attól függ, milyen lövedékkel lövünk. Illetve nem tudok beszélni ma, a sebzése, igen. Viszont mivel általában páncélozott részt találjuk el az oldalát vagy az elejét, ezért ez lényegesen csökken, majd általában láthatjuk, hogy ilyen 5-600-akat sebzünk inkább. Jó, ezen kívül viszonylag gyors is, viszont a nagy hátránya a nyílt tetejű, tehát hogyha egy robbanó lövedék akár csak a közelünkben robban, akkor nekünk végünk. Tehát egy másik árt, hogyha meglát bennünket, akkor bizony vége a partinak. Viszont elég gyors, ez pedig a másik előnye szerintem. Na, és ahogy láthatjuk, hárman vannak Marciék, három játékos, két Object 268-as van velünk, tehát két tizedik szintű TD, és ez az Object 261-es, és ez egy tizedik szintű meccs, nagyon sok jó játékossal, biztosan nagyon izgalmas lesz. Én tudom, hogy az, úgyhogy csak figyeljetek. Ez a belső nézetre váltunk. A pálya az Live Oaks, és hát ugye, ahogy ismeritek már a pályát, két lehetőség, az egyik a város, a másik a híd. A hídra általában a mobilabb, közepes tankok, illetve azok, amik szeretnek lefelé lövöldözni, mennek, míg a városba általában nehéz tankoknak szokás menni, miközben itt láthatjuk a T-50-es, T-52-es megpróbált áttörni és megnézni az ártikat. Ugye van két ártink a mi oldalunkon, meg az ő oldalukon is van két darab Object 261, tehát nagyon fontos ebben a játékban az ellenség ártiját kiszedni, mivel írtozatos sebzést tudnak kiosztani. És hát közben az ellenfél nehéz tankjaival beérkezik a városba, tehát mindenütt nagyjából a szokásoknak megfelelően zajlik. Hopp, ilyeshetes, kicsit lassú voltál. Ezért most fizetsz egy 500-assal az életedből, amiért ott megállt a ház mögött. Hát úgy tűnik, hogy az ellenség viszonylag gond nélkül bevette a várost, tehát mindenféle ellenállás nélkül, és látunk ott legalább 6-7, talán 8 nehéz tank is érkezett oda. Míg mi elég nagy erőkkel vonultunk föl, és jön ott még egy Maus, meg egy T-95-ös, te jó szagú Isten, már elnézést. Na igen, a Maus, az mindjárt láthatjuk is, hogy legnagyobb hátránya ebben a játékban az, hogy hiába, ups, talán fel is gyulladt, jól látom. Tehát hiába az írtozatos páncél, hiába a rengeteg HP, hogyha egyszer a tüzérségnek egyik kedvenc célpontja, egyszer lassú és könnyen kiszámítható, hogy hova fog menni. Ez a gondja általában ebben a játékban a nehéz, nagy, erős, nehéz tankoknak. Tehát mi elég nagy erőkkel vonultunk fel ott alul a hídon, ami azt jelenti, hogy talán át tudunk törni, remélhetőleg. Ott van egyébként a két klántársunk, illetve igen, klántársunk is, a had nevezetű klánban vannak bent Marciék. És hát viszont a város az sajnos teljesen elveszett, hogy elnézem, a társaink nagyjából vonulnak vissza, közben elveszítettük egy AMX-50-esünket, ami hát elég nagy baj, mondjuk egy elég rossz játékos volt, talán a legrosszabb ebben a csapatban, ami sokat elmond, számítva, hogy tulajdonképpen sárga játékos. De azért ott lent is van egy E75-ös, meg egy IS-7-es, amivel szembe találtak magunkat a tankjaink. Az is egy gond, hogy ott alul igaziból csak TD-ink mennek, egy darab IS-7-esünk van, összes többi TD. Azok azért annyira az áttörésben nem jeleskednek. Viszont az ellenfél ezzel a rengeteg nehéz tankkal előbb-utóbb át fog jönni. Találtunk magunknak egy Maust, ez mindig jó célpont. Kiszámoljuk kicsit, hogy hova fog menni.
Nem akarjuk elhibázni. És bum, megint 558. Tehát látjátok, hogy igazából az oldalát találjuk el, tehát úgy érkeznek a lövedékeink, mint egy TD-k lennénk, mint egy TD lennénk. És nem a tetejét találjuk a tanknak, tehát annyit azért nem sebzünk. De azért ez az 500 az elég megállító erő tud lenni még ezen a szinten is. Viszont már csak egy heavy-nk, egy darab T57-esünk, meg egy E50-esünk van itt, és az ellenség át fog törni. Mouse azért kap még egy 674-est, barátságosan, és itt egy nagyon ügyes dolgot csinál Marci is, illetve az egész szakasza, ugyanis a két TD azt csinál, amiben a legjobbak beállnak védekezni, miközben abban reménykedünk, hogy a másik oldalon áttörnek az emberkéink. Marci pedig szépen elmegy a távolba, valami olyan helyre, ahol nem találják meg az ellenfelek, hogyha áttörnek, de honnan ő maga belőheti majd a keppelőkörünket. Közben az állás már 1-6, nem áll túl jól a szénánk, 1-7-re módosult ez most. Ugye a másik oldalon ott lent, ott van egy Becset, meg egy E75-ös, nekünk pedig egy TD-ink vannak ott, azok nem túl fordulékonyak, nem túl jók az áttörésben sajnos, tehát nem a legjobb tankjaink. Az is, hogy a csapat elosztásunk nem volt ideális a pályán, és egy ilyen dolog nagyon könnyen elveszett egy meccset. Jó, tehát ugye a két szakasztásunk beállt szépen a töltéshez védekezni, hogy ők majd felfedezik nekünk a keppelni érkező tankokat, miközben mi megpróbálunk egy olyan helyre kerülni, ahol talán mondjuk, hogy félúton vagyunk a két ellenséges tömörülés között. Meg is érkeztek az ellenfelek a kepphez. Ugye a két Object 268 nagyon, igen, akartam mondani, nagyon komoly sebzést tud kiasztani, ez a 860-as sebzés mindjárt meg is mutatta. Tehát ők egy darabig tudnak védekezni, ráadásul előről elég jól bírják. Ez egy kicsit fölé ment sajnos. Tehát Marci is azt csinálja, hogy egy kicsit mögé céloz a tankoknak, ez ugye kihasználva azt, hogy általában mennyire alacsonyan érkeznek a lövedékeink. Tehát ha mögé célozunk, akkor szépen oldalba kapjuk jó esetben. Közben azért ez 7-9-re módosult, az előbbi 7-2, az azért már lényegesen, illetve 2-7 akkor, lényegesen jobb már csak 2-vel vagyunk lemaradva, viszont az ellenfél teljesen áttört itt fent. Ez egy kicsit szerencsés lövés volt. Ugye, egy kicsit mellé céloztunk, de azért néha lehet szerencsés embernek is eltaláltuk. Ez már kevésbé szerencsés, hogy az AMX ott maradt 53 HP-val. Valószínűleg a következő lövése el fogja intézni Marci csapattársát, így van. Viszont 53 életre elpazarolni egy lövedéket az elég rossz, az ember nem szereti ezt csinálni, de... Ilyenkor jó, hogy az ember robban a lövedékekkel lő, mert ha nem találja telibe, akkor is meghal az illető. És hát úgy látszik azért az objektek így, ugye 261-esek és 268-osok nagyon szépen szedik itt az ellenfeleket. Itt viszont egy brit 10. szintű tank, ez bizony elég fájdalmas lehet, főleg hogyha oldalba kapja Marci társát. Reméljük, hogy sikerül. Ez nagyon szuper, nem csak a sikerült oldalba találnunk, de le is lőttük a lánctalpát. És most kapott a másik oldalról egyet az Object 268-estól. Nem tudom, hogy a brit nehéz tankok mennyire tudják lefele fordítani az ágyújukat, hogyha nem tudják nagyon, akkor... Ó, ez szerencsés elepattant. Úgy tűnik, hogy le tudja fordítani az ágyúját, sajnos. Sikerült lelőnünk mielőtt még egyet. Oké. Okay. Nagyon szuper, megöltük. Így még maradt 3-23 élet azon a társunkon. 11-12, de valaki foglalja a bázist, és sajnos nem látjuk. Viszont, na vajon hova szokott ilyenkor állni, és ez nagyon-nagyon tetszik, amit itt Marci csinál. Ugye én magam is, ja, ez még kicsit később, ezt nem lövöm le a poént, elnézést. Tehát most egyelőre az Object 263-as rás 941-et sebez rá. Oda durantunk, 596. És már csak egy lövés kéne neki, de sajnos lelövi az ellenség tüzérséggel előtte a társunkat, így most nem látjuk az M103-as, és itt az előbb akartam mondani. Előre tudtam, mi fog történni. Nézzük, hogy hova mehetett az M103-as, ha nem látjuk is. Ilyenkor az ember általában fedezéket keres, tehát valószínűleg bement a társa hullája mögé. Úgyhogy odalövünk egy kapáslövést, és mit ad Isten, hát telibe találjuk. Nagyon-nagyon jó gondolat volt, és nagyon szép lövés volt Marcitól. Szerintem ez akár a vereség és a győzelem között is dönthetett, azt, hogy megmerte kockáztatni ezt a kapást, illetve a vaklövést. Ouch. Az IS-7-es, meg az IS-4-es harcol egymással, ez ilyenkor általában azon dől el, hogy ki ismeri a másik gyenge pontjait jobban, vagy néha az, hogy kivég prémiummal. 555, mindig maradt 307 élete.
12-14 az állás. Már csak Marci maradt, 4 kill-je van, több mint 5000 sebzése, valószínűleg inkább, ez lényegesen több, ez inkább 6000 fölött lehet valójában, mivel egyrészt felgyújtottuk a mouse-t, másrészt lelőttük az M-szer-3-ast, úgyhogy ugye, mint tudjuk, az XVM az csak azokat a sebzéseket számolja, ami valójában ki is íródik a képernyőre, tehát ha a Fog of War-ban, tehát a sötétségben találunk el valakit, akkor az nem kerül fel a sebzések közé. Tehát mondjuk, hogy 6000 fölött sebeztünk már, és még 3 darab tank van vissza, egy IS-4, akinek nem sok élete van, 300 valamennyi az egy lövés. Azt nem tudjuk, hogy a T-95-ösnek mennyi élete lehet, illetve van még egy másik Object 261, aki ugye hozzánk hasonló, tehát nagy valószínűséggel egy lövések lennénk egymásnak. Aki először eltalálja a másikat, valószínűleg az nyer. Ott az IS-4. Lesz szerencse? Nem. Nem, sajnos nem találtuk el, szerencsére ő sem minket. Na és az IS-4, hát azzal az ágyúval igazából megvan az esélye, hogy egy lövésre kilőjön bennünket. De ha szerencsénk van, miközben itt próbálunk cikcakokba rohanni, hogy ne találjon el bennünket az ellenfél tüzessége. Tehát ha szerencsénk van, akkor egy lövés kibírunk, és igazából most arra kell, tehát be kell vállalnunk ezt a rizikót, hiszen egyszerűen mást... Maximum azt tehetnénk, hogy állunk egy helyben és várjuk az IS-4 odajön és mi lövünk először, de akkor meg kiteszünk magunkat az ellenfél RTA-nak. Úgyhogy szépen kimegyünk elé és... Levettünk egyet mellel, és maradt 42 HP-nk. És reméljük, hogy túléljük a következő lövését az ellenfél RTA-nak, talán nem tudja kiszámolni, hogy hova megyünk. Reménykedjünk benne, kicsit lassúak vagyunk itt a vízben. Na most valaki foglalja a bázist egyrészt, másrészt sajnos 42 HP-val már nem tudunk kibírni egyetlen lövés sem. És nem tudjuk mennyi élete van a T-95-ösnek. Ugye a T-95-ös az egyik ilyen, nem is tudom, hírhettebb tank ebben a játékban abban a szempontból, hogy írcotosan lassú, írcotosan jól páncélozott, igazi arti mágnes. De elképesztő mélységű élete is van, meg egy fantasztikus ágyúja, tehát hogyha sok élete van, akkor nem fogjuk tudni leszedni sajnos. Ahogy mondtam, az objektet azt viszont egyetlen lövésre lehet tudjuk intézni. Na most Marci úgy gondolja, hogy ha egyszer bejött, talán bejön még egyszer, úgyhogy gondolja, hát ott van megint valaki a fedezékben. Úgyhogy odasózunk egyet, ha eltalálnánk, akkor látnánk, hogy lemegy a pont, amit ugye elfogadt az NS, és nem így történt, tehát nem találtunk el senkit. És figyeljetek, hogy már csak 3 darab lőszerünk van. Tehát sok lehetőségünk már nincs, hogy kinyírjunk valakit. És hogyha a T-95-esnek sok élete van, akkor bizony balé van. Na most a másik probléma az, hogy ki kell mennünk ide, és akkor a segünk, mint a franc. Tehát amint megjelenünk, kapásból látni fog bennünket az ellenség, úgyhogy valószínűleg ide fog sózni egyet. És csak szerencsénk lehet, hogy nem talál el esetleg. De muszáj, mert hát már csak 10 pont van vissza, és befoglalják a bázist. És ott az object, nincs más választás, mint rálőni, és bum. Ez egy hihetetlen mákos lövés volt, de hát az embernek néha az igazi jó meccsekhez kell mindig egy adag szerencse is. Ez bizony el kell fogadni. Ups, T-95-ös ide lőtt valahonnan, tehát mindenképp olyan helyen van, ahonnan ide látott. És hát mivel a lövés így érkezett ebbe a domboldalba, ezért feltétlenül nem szembe van velünk, tehát valahol a hátunk mögött kell, hogy legyen, vagy ott a híd környékén, vagy a tó másik oldalán kell, hogy legyen. Úgyhogy szépen megindulunk itt a töltésen. Ami kicsit veszélyes talán, hiszen hogyha valahol itt van a közelben, akkor akkor lelőhet. Tehát lehetnénk a töltés másik oldalán, ugyanakkor persze nem tudjuk, hogy lehetséges, hogy ott van. Tehát igazából itt most nincs biztonságos hely. Két lövésünk van. Ugye amikor az embernek kapásból jár a fejében a gondolat, hogy az utolsó lövedékkel az utolsó tankot lelőni, szóval a Kolobanov medál, amiből nekem is csak egy van összesen. És az ember ilyenkor mindig szeretne szerezni egy ilyen ritka medált. Ha ez összejönne, plusz még megnyerni az ember a meccset, hát nem lenne semmi. Ugyebár. Na hol lehet ez a T-95-ös? És ott van. Na nézzük, sikerül még egy kapás lövés. Boom! És elment fölötte. És már csak egy lövésünk van, ez egy nagyon kellemetlen szituáció. A T-95-ösnek 116 élete van, tehát egy lövése mindenképpen megöljük, ha eltaláljuk. Talán még akkor is, ha mellé lövünk egy kicsit. Viszont a probléma az, hogy most tudja, hogy hol vagyunk. Ez elég nagy gond, úgyhogy most megpróbáljunk nagyon trükkösek lenni. Egy két lehetőség van, vagy várunk, hogy megpróbál átjönni a töltésen, és akkor szépen alá durrantunk egyet, vagy nagyon csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja alapon, elmegyünk
oldalra. Megpróbálunk egy olyan szögből érkezni, ahonnan ő nem számít arra, hogy jövünk. Hát inkább ugye az egyik legrosszabb dolog, amit az ember tehet, hogy pontosan azon a helyen próbál megint átmenni, ahol már meglátták egyszer, hiszen akkor ott számít az ellenfél rá, akkor valószínűleg belefutunk egy lövésbe. Ezt, hogy itt oldalról tudnánk jönni. És ezt nagyon nem szabad elkapkodni, az egyszer biztos. Ugye persze Marci ezen a pontom át utatja, hogy akármi is lesz, a buktába mindenképp belefér még, a heti buktába. Jaj, igen, itt talán nem kellett volna átváltani Arti nézetre, és akkor oldalba kaphattuk volna. És most így most már lement, és nem igazán érdemes megkockáztatni. Hogyha több mint egy lövésünk lett volna, akkor valószínűleg megérte volna egyet odasózni, hát ha a robbanás megöli. De így azért ez egy kicsit rizikós. Na nézzük csak, próbálunk át pislantani itt a domb fölött. Jaj, 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 itt jön. Itt jön, ezt nem merjük megkockáztatni. Jó. Na most ő is nyerni akar, és már csak egy perc van vissza. És persze nem tudja, hogy csak egy lövedékünk. Előbb-utóbb biztos, hogy át fogja dugni az órát. A T-95-ösöknek megvan az a kellemes tulajdonsága, hogy nagyon magabiztosak, mert mindenki itt nagyon bízik a páncéljában. Még egy ártélen azért az egy kicsit naívság, de júj, ő sem lehet teljesen átjönni. Hát igaziból nincs más választás, tehát előbb-utóbb muszáj lesz, igaz? Tehát júj, bum! És pont bele az órába. Hát azt hiszem, hogy ez egy igazán GG, tehát ez egy good game volt, nagyon jó meccs. Gratulálok Marcinak. 6062-t mutat itt a kiírás, gyanítom, hogy 7000 fölött volt valójában az a sebzés. Ezen kívül volt 7 killünk, ami már önmagában is nagyon szép. Az is nagyon szép, hogy 3 tank ellen egymagában lehozta a meccset. Plusz gyönyörű volt az a kapáslövés, illetve nem is talán a kapáslövés volt a gyönyörű, hanem az, amikor az M103-ast vaktában kilőttük, plusz nem csak kiszámolva, hogy hol lehet. És ne felejtsük el, hogy az utolsó lövedék lőttük le az utolsó tankot, tehát remélem, hogy nem csalódok, és tényleg Kolobanov medálnak hívják ezt. Ez szerintem azért tényleg egy nagyon ritka, az egyik legritkább medál. Nagyon-nagyon szép meccs volt, gratulálok neki. Mi pedig láttuk akcióban az orosz Artikat. A 8. szintű Artit ráadásul, ami ritka eset. Ha másnak is van ilyen fantasztikus visszajelzése Artival, akkor nagyon szívesen megmutatom. Sziasztok!